Budapesten október 23-án tört ki a forradalom, vidékre pedig némi késéssel jutott el a felkelés híre. Kisvárdán és Mátészalkán egy-két nappal később már voltak kisebb megmozdulások, Nyíregyházán pedig 26-án kezdődtek el a forradalmi események. Október 26-a egy pénteki nap volt akkor is fizetésnap a vállalatoknál. Ilyenkor a vidékről érkező dolgozó, tehát a Nyírségben, Szabolcs megyében élők érkeztek a különböző vállalatokhoz Nyíregyházára felvenni a fizetésüket. Ez is egy ilyen nap volt, egy átlagos napnak indult. Többek között a forradalom, Nyíregyházi forradalomnak a vezető személyiségei, akik később azzá válnak, mint Tomaszowski András, Szilágyi László vagy Szemmátoni Sándor, szintén eznap érkeztek Nyíregyházára, hogy felvegyék a fizetésüket, aztán ők se gondolták volna még a délelőtt, hogy délután már koordinálni fogják az eseményeket a városban, hiszen ha megvizsgáljuk az ő személyüket, ugye Tomaszowski András és Szemmátoni Sándorjuk a mélyépítő vállalatnak voltak a munkatársai, ugye Tomaszowski villanyszerelőként, még Szemmátoni ugye részlegvezetőként, Szilágyi László meg a villanyszerelő vállalatnak volt egy tervelőadója, és tulajdonképpen úgy indul el az esemény Nyíregyházán, hogy Borsodból érkezik néhány teherautó, bányászokkal, munkásokkal, diákokkal, akik röplapokat szórnak szét a Belojannis téren, ez a mai Hősök tere, hiszen ott egyre nagyobb tömeg kezdett összegyűlni, egy gyors gyűlést tartottak akkor a borsodiak, és annyira fellelkesült a tömeg, hogy ennek hatására az ottani irodaháznak a tetején lévő vörös csillagot el is távolították, és tulajdonképpen így veszi kezdetét a forradalmi hullám Nyíregyházán. Egy ilyen eseménye, egy Budai András nevű segédmunkás lesz az, aki ezt a vörös csillagot leszereli, akkor még lent van a tömeg, de Tomaszowski András a kollégáival, és akkor egyszer csak kap az alkalmon, felmegy, leemel egy nemzeti színű zászlót, és a vörös csillag helyére kitűzte, és tulajdonképpen elénekelték a nemzeti dalt akkor, amikor befordult a tér a villamos, ennek a tetejére egy asszony állt fel, és ő szavalta a nemzeti dalt, aztán a tömeg is csatlakozott hozzá. Mivel a városban nem volt egyetem, a diákság részéről a középiskolások vettek részt az eseményekben. A tömeg jelentős részét ugye a munkásemberek adták, de a mozgató rugója a diákság képviselői voltak, hiszen két nagy középiskoló volt ebben az időszakban Nyíregyházán, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, illetve a Vasvári Pál Gimnázium. Mivel ekkoriban már eljutott a híre Nyíregyházára annak, hogy a tárnok testvérek, Tárnok Ferenc frissen végzett mérnök és Tárnok Tamás egyetemi hallgató életüket vesztették Budapesten a rádió ostrománál, eljutott ez a hír, és ezért a diákok tüntetést terveztek, tisztelegni akartak az emlékük előtt, és a tüntetésük helyszíneként a kossuthosok a Kossuth szobrot jelölték meg a Kossuth téren, még a vasvári diákjai a Petőfi szobrot a Petőfi téren. Hát nyilván azért a helyi pártvezetés, illetve a DISZ, a Dolgozóifjúsági Szövetség, meg az egyéb államvédelmi személyek próbálták ellen agitálni a diákokat, lebeszélni arról, hogy ilyen tömegmegmozdulásokat szervezzenek, és ezért legtöbb esetben megszüntették a tanítást aznap, inkább hazaküldték a diákokat, ezzel is elejét véve annak, hogy esetleg tömegbe koncentrálódjanak a diákok, de hát ugye ezt nem tudták végül megakadályozni. Nyíregyházán halálos áldozata nem volt a forradalomnak, a Damjanis laktanyában fegyvert követelő tömegből senki sem vesztette életét, miután közéjük lőttek a katonák. Ketten viszont később életükkel fizettek 56-os szerepvállalásukért, Szilágyi Lászlót és Tomaszowski Andrást 1958-ban ítélte halálra a katonai bíróság.